újabb nyerőgéppárval, nézzük a játékokat, aztán kezdjük is. Meg a Vészes Doghouse. Több nyerőgéppárban olyan is volt, de lófaszt nem csinált, úgyhogy reméljük, hogy majd a mai videóban alkot valamit. Továbbra is vásárlás árának 10-szerese a cél. 10.000 forintos PC megnyeréséhez. Mindig a balot fogjuk nyomni. Ha minden igaz, nem érted, hogy jobban szeretted volna, kiírna ilyet. Úgyhogy már megy is. Jó kezdés, jó kezdés. Annál rosszabb folytatás. Egyszer volt ezen a játékon 6-2-es bónuszom, szerintem azóta, vagy mi? Többet nem lesz. 6-2-es bónusz ezen a játékon egy álom. Hype volt. Jó, meg vagyunk. Legalább most már végig lesznek kötések. Rotik meg még sok vágy. Vagy legalább ezt tette volna végig, de nem. Úgyhogy ez valószínűleg csak egy cashback lesz. Az fizet talán. Nem is az 300x. 300x? Kezdésnek nem rossz. Nem rossz. Több szerencsét, a többi báj van. Marad a 3-2-ös. Kövi játék, ami ezután lesz, na az még nem volt terítéken ezekben a videóban. Úgyhogy kíváncsi leszek. Kam. Annak nem volt hangja? Nem tudom, hogy... Szerintem annak nem volt hangja, hogy lejött. Az valójában le se jött. Ez egy optikai csalódás volt. Na, ez Katya. Úgyhogy takarodjunk a következő játékra. Ami egy csodálatos Big Boss lesz, annak is a Holden Spinners verziója, és azon belül is a coinos, mert azt kérted. Úgyhogy nyomom. De mielőtt megveszem, elmondanám, hogy... hogy ez jó lesz. Igen, amúgy csak ennyit akartam. Ja, meg még az, hogy amúgy kövess már be, ha még nem tetted volna meg. Hello! 20x-en ennyi garantált. Az 20x-el több, amire úgy amúgy számítanák. Úgyhogy... vannak gyémántok, nem? Hát itt nincs. Vannak, de most ebben nem volt. Na jó, srácok, megy a második báj. A coinosból. Nem láttátok, de véletlenül megvettem egy kis bónuszt. Egy... ja. Ja. Az nem került bevágásra nyilván. De nyomjuk. Sok szerencsét a második coinosban. Nagyon kéne ez a gyémánt amúgy. Anélkül nem sok mindent lehet itt. Alkotni. Legviccesebb, hogy megvettem a kis bónuszát, és az első pörgetés, vagy második pörgetésnél bejött egy másfél, 1,2 milliós hal. Na ott ha ad egy horgászt, legviccesebb dolog lett volna. Na de mindegy, hát ez ennyi. Úgyhogy szükség lesz itt a harmadik játékra, de mielőtt átváltanák a harmadik játékra, van egy Facebook csoportunk, amiben megkérnélek, hogyha szeretnél természetesen, akkor lépj be. Leírásban találod a linket, oda is. Thank you, hello. És akkor a harmadik játékunk végre nem egy Pragma, hanem egy Hexo, Boveri. Nem tudom, hogy még bónuszt kérted, szerintem nem volt specifikál, hogy kicsi nagy, vagy nagyon nagy. Úgyhogy kicsivel fogunk itt durranni. Hallottam, hogy az a legjobb. Lehet hazugság volt, majd kiderül. Good luck! De úgy ez olyan, hogy mindenkinek más, mindenkinek a másik tetszik. Lehet valakinek a kicsi a kedvence, valakinek a középső, ez attól függ, hogy kinek melyik fizetett.
fixen mondom. Nekem egyik se, szóval én nem szeretem overall az egész játékot. Sem. Na jó, erre kellett volna valami szorzó. Az jó. Nem, remélem. Csak úgy mondtam. Oké, okay, kinyitunk két ládát, egy szorzó amúgy leesett, ne? Ú, egy 3x, wow! X-en profitos lesz már így. Azzal nagyon baszó szép kellene. Azzal lejátszani ezt. Oké, okay, első báj. Figyelj, bőven profitos. Egy rosszabb nem lehetne, meg úgy az egész videó eddig hozza. Megy. Második bár. Kulcs. Katya. Általában ez van. Elmennek a szorzók, kötés sehol, semmi. Oké, okay. Most itt is, hogyha lenne egy X, egyből jobban néz neki. Egy kulcs. Egy láda. Meg 240 forint kötés. Meg két láda. Nem is láttuk konkrétan se gyengébb, se erősebb széfet ennél. Vagy csak vaksi vagyok. Na mindegy. Ennyi volt srácok a mai nyerőgép párba videó. Játékokat, hogyha szeretnétek, kommentbe írjatok. Aki ismét elmondom, hogy aki a bónusz árának a tízszeresét hozza valahol, az nyer egy 10 000 forintos PC-fet. Úgyhogy gondoljátok meg azokat a játékokat. Sok sikert, csáv!